Egy jó barátom, aki szintén kommentelt ide, mondta, hogy lehet feltenni kérdést neked a következő videóhoz. Az első, ami eszembe jutott, biztosan csak pár percen van, és lesz minimum 150 kérdés. Erre azt látom, hogy 12 óra van rá, eltelt ebből 8, és van 15 darab komment. Hihetetlen, hogy el van nyomva ez az oldal. Nem hagyja érvényesülni a rendszer, már a múltkor is megfigyeltem, hogy mennyivel kisebb a látogatottság. Mindamellett az emberek nem igazán kíváncsiak már a spirituális dolgokra, az érzelmekre. Gondoltam, felteszek neked valami olyan kérdést, amivel majd foglalkozhatsz. De amint ezt a posztot megláttam ezzel a kis maréknyi emberrel, úgy döntöttem, hogy inkább csak biztatlak egy kicsit, hogy ne add fel ezeket a videókat, legyen minél több, mert nagyon hasznosak, rengeteg energiát kívánok neked, mindent bele. Hát nagyon szépen köszönöm. Én nem így látom amúgy, hogy az embereket nem érdekelnék a spirituális dolgok és az érzelmek. És persze, hogy el van nyomva a Funkadeli oldal, hiszen én magam is szoktam néha egy-két ilyen képlopást csinálni, hogy amikor a 99.000-es Facebook oldalon, ahol most ezt a videót is nézitek, amikor kiteszek valamit, és akkor így van mondjuk 4 óra elteltével rajta 2 darab tetszikelés, és kírja a rendszer, hogy mondjuk 67 ember ez eljutott, akkor kinek-kinek mennyi informatikai rálátása van, de én azt gondolom, hogy a leglaikusabb ember is érzi azt, hogy ez bizony-bizony csak valami technikai manipuláció alatt létezik ez a jelenség. De hogyha ezen vesződünk és ezen sajnálkozunk egész nap, hogy jaj, a szegény Funkadeli meg bármi hasonló értékeket képviselő és őrző dolog mennyire el van nyomva, akkor nem fogunk semmire se jutni. Te be tudtad írni ezt a dolgot, amit beírtál, a barátod is, és hát azért azok az emberek, akiknek dolga van, akár a Funkadelivel, akár más hasonló dolgok, azok nyilván oda találnak, ahova nekik kell, úgyhogy inkább ennek örüljünk. Visszatérve, a spirituális dolgok nagyon-nagyon-nagyon érdeklik az embereket, szerintem, és az érzelmeik pont, hogy túlságosan, mivel ugye az érzelmek viharában fetreng gyakorlatilag most az egész világ, hogy ez háborúskodás, hogy akár egész konkrétan, hogy itt Európában ez a migránsosdi, hogy a betegség ekkora független attól, hogy mindenki fitnesszel, étnappal látéve is edzés, állítólag tisztán táplálkozik, mégis annyi a rákos, mint égen a csillag, hogy a játékfüggőségek, hogy a mindenféle más beteges függőségek, és a többi, és a többi. Ezek mind többnyire érzelmi alapú dolgok. És még egyszer mondom, a világ ilyen szempontból forrong és forró. Más oldalról persze nagyon ki van hűlve, de az biztos, hogy az érzelmeinket nem nagyon tudjuk kezelni. A férfiak világán az nagyon-nagyon látszódik, hogy az úgynevezett EQ, ugye, ami az IQ-nál, ha még lehet fontosabb is az emberi életben, sőt, hát ez egész biztos, az annak gyakorlatilag a mostani férfi társadalom az elképesztően hiány van. Tényleg érzelmi intelligenciában teljesen analfabéták vagyunk, tisztelt a kivételnek, erre nagyon rá kéne gyúrni erre a dologra, és nyilván ez az egész, amivel én évek óta foglalkozom, ez erről szól, hogy az érzelmi intelligenciánkra gyúrjunk rá. Na és visszatérve ide ezekhez a spirituális meg ezoterikus dolgokhoz, az emberek rengeteg ilyen könyvet olvasnak szerintem. Az emberek eljárnak mindenféle előadásokra, vagy éppen a YouTube-on megnéznek ilyeneket, és nem is akarok én itt semmilyen mestert bántani, mert mindenkinek megvan a maga feladata. A leghitványabb mester is, előadó is egy-egy olyan mondatot el tud ültetni embereknek a fülében, ami az ő világához tényleg. Az a puzzle darab, amire éppen neki szüksége van. Így hát pálcát törni, főleg gyakorlatilag szimpátia alapján senki fölött nem érdemes, mindenkinek megvan a maga helye ilyen szempontból a világban, hiszen az emberek ebben is versengenek. Az ego világa, az ego az egy annyira hiperintelligens jelenség, hogy úgy mondjam, még az egészen buta emberek egója is intelligens, hogy megtalálja az útját, a maga kis útját az érvényesüléshez. Mindenféle ezoterikus, meg spirituális körökben jártam az elmúlt 10 évben, rengetegben tényleg, számolatlanul mindent megnéztem magamnak, havzsoltam ezeket a dolgokat, és azt láttam, hogy a legnagyobb szuperegókat azokat gyakorlatilag ezekben a körökben találom meg.
mert hogy ebben is versengenek az emberek egymással, mint a prána nadisoknál, hogy ki milyen szinten van, mindenféle más körökben, hogy ki az igazi mester, ki a nem igazi mester, ilyen avatás, olyan avatás, ilyen szint, olyan szint, stb. Stb. Az ego már ezt is átvezeti a versengések világába, ugye? És mondom, nagyon-nagyon kevés olyan emberrel találkoztam ezekbe a körökbe, akikben igazán van alázat. Ami egy másik olyan jelenség, ami talán még indukátora lehetett ezeknek a soraidnak, hogy abban a korban élünk, akár az Instagramon, akár a Facebookon, vagy más ilyen social media oldalakon, ilyen közösségi oldalakon, ugye ezek az instant bölcseletek, képekre ráírva egy idézet, és a többi, és a többi, és a többi. A modern ember az egyik olyan tulajdonságát, amit elveszítette a sok hasznos tulajdonságok közül, és ez tényleg drámai az, hogy nem veszi az üzenetet. Tehát már nem képes az üzenet fogadására, mert ezeken a Facebook bölcseleteken, ezeken valóban iszonyatosan fontos tanítások és üzenetek vannak, olyanok, melyeknek egész életünkre valóban hatással kéne, hogy legyenek, nem csak egy megosztás erejéig, mert olyan frappánsnak érzi az elménk. És abszolút nem vesszük ezeket. Tehát még azok se, akik megosztják, tetszikelik, írnak alá, beraknak egy szívecskét, még azok se, akik konkrétan a fejlécükbe beteszik, és a többi, és a többi. Valójában, hogyha az életüket megvizsgáljuk, akkor még ezek az egyszerű Facebook bölcseleteken át, ezek a tanítások sincsenek valódi hatással az életükre. Ez egy óriási dráma, mert így tényleg elértéktelenednek ezek a dolgok. Mondok egy példát, például az elengedés. Ugye ez egy teljesen unásig szajkózott dolog, mindenki így engedd el, úgy engedd el, stb. Stb. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezekben a spirituális, ezoterikus körökben, ahol megfordultam, ott nem sok emberre találkoztam, aki tényleg bármit is el tudott volna engedni. Mert hogy szóval az ego mindig megtalálja ezeket a kis utakat, hogy életben maradjon. De az biztos, hogy lehet elengedni amúgy dolgokat. A technikailag, a fizikai térben el lehet engedni egy autót, egy telket, egy válláskor, egy házat, egy hülye főnököt, és a többi, és a többi. De olyan dolgokat, amik megtörténtek veled, már pedig sajnos sokan pont ilyenekre értik az elengedést, egy fájdalmat, megbántottak, meg akartak alázni, tönkre akartak tenni, úgy érzed, hogy átvertek, stb. Stb. Ilyen dolgokat nem lehet elengedni. Már pedig a legtöbb mester tisztelt a kivételnek még ezekre is kiterjeszti az elengedésnek a szükségességét és egyáltalán a lehetségességét, pedig ez lehetetlen. Ezekkel a dolgokkal csak szembenézni lehet, mivel ezek a dolgok megtörténtek veled, ezek mindig ott lesznek benned, amíg esetleg az elmédet nem támadja meg valami olyan betegség, hogy ne emlékezz konkrétan a saját életedre, addig ezek veled lesznek minden pillanatodban. Így hát ezeket a dolgokat kezelni lehet. Ezek a dolgokkal szembe lehet nézni, és hát gyakorlatilag már le is lőttem idézőjelbe a point, bár a félelmekről nem kérdeztél, de az biztos, hogy ezek a dolgokkal szembe kell nézni, és úgy lehet őket kezelni. Na, de persze ez csak egy példa volt erre a dologra. Visszatérve az érzelmekhez, az emberek túlságosan is figyelnek az érzelmeikre. Pont ez ennek a mai világnak az egyik méteje. Hiszen a tudatosságnak az egyik aspektusa, ilyen szép magyar szóval az, hogy jön az érzelem, így kúszik feléd, jön, mint egy kobra, így már így föl is áll így feléd, és már egy marna beléd, és így vinne el a mérge egy irányba. De te azt mondtad, hogy hopp, így elkapod a nyakát, és vagy félrelököd, vagy meg is folytod, aztán elhajítod. Kicsit meg kell tanulni az érzelmeinkkel így eljárni. Hát az érzelmek nem is rosszak, nem is jók, azok olyanok, mint az esőfelhők, hogy van éppen, amikor úgy jön az életedbe, hogy a termésnek nagyon jó, az meg nem biztos, hogy neked olyan jó esik, ha elmos egy kerti partit. Úgyhogy az érzelmek fölött se ítélkezzünk, kezelni kell őket, szembe kell velük nézni, és ahelyett, hogy hagyod, hogy megfojtsanak, el kell kapni a torkukat. Tudom, hogy nem ez volt a kérdés, de amely felhoztad ezeket a fogalmakat, az érdemes egy-két dolgot beszélni róla. A funkadeli elnyomása pedig a funkadeli karmájának a része. Úgyhogy ezt én méltósággal kezelem, de nagyon jó esik, és ezt nem cinikusan mondom, minden aggódás. Igazából a tudatosságot kell itt is összeszedni,
hogy azokat a dolgokat ne fásuljunk bele az értékeknek a továbbadásába és reklámozásába, úgymond a mi közösségünkbe, a Magyar Földre közösségbe még mind van egy titkos csoportunk, ahol van 300 ember, és még mindig nem tudom elérni azt a 2017-ben sem, hogyha van egy fontos dolog, akkor mondjuk a fele azt megossza. Tehát nem hogy a 300 ember, aki abból a titkos csoportban benne van, hanem még a fele se. Úgyhogy addig, amíg ezt a saját berkeinken belül, a saját embereinknél, hogy úgy mondjam, nem tudjuk összekalapálni ezt a tudatosságra való törekvést, és ezeket a pici kis energetikai kis táncokat, addig teljesen kár Zuckerbergéket vudú babaként kezelni. Nyilván megérik a pénzüket, és nyilván el van nyomva a Funkadeli, ez tiszta sor, és a Funkadeli ez hasonlatosan egy csomó más hasonló ember és szerveződés, de amíg nem használjuk ki a valódi lehetőségeinket, addig szerintem jobb, ha egy szót nem szólunk.